Áj János, Petőfi híd. Csak a felszín locsogott, minden fület eltömített a hangja. Ahogy az öreg asszony a Mester utcából a körút felé haladt, egyre erősebben nehezetett ez a hang a dobhártyájára. Arra az élete során megfáradt és letompult hártyára, ami különben sokszor az üvöltésig erősített rádió hangját is alig hallotta, és nem szűnt akkor sem, mikor a Boráros téren a szobor mellett kicsit megpihent. Május volt, tavaszi meleg, a nap sütött. A nénin meleg ruha volt, az ő korában már nem öltözhet lengén az ember. Jön egy hidegebb fuvallat, és kész a betegség. Ágynak esik, és akkor ki fogja ápolni. A szomszédban a Mariskára nem számíthat, mert neki is elég gondja van, hogy megküzdjön a saját testével. Egy másik test gondozása már biztosan nem fér bele az erejébe, a gyerekeinek pedig az idejébe. Hisz nekik az is épp elég, hogy fel kell nevelniük a saját kölkeiket, rendezni a munkahelyen az életüket, amiből egyáltalán valami pénzhez lehet jutni. Meg kell mondani, manapság a munkahely, pláne a jó munkahely, nem kis dolog. És ha az ember elveszti, bizonyára már soha olyat nem talál még egyszer. Szóval neki vigyáznia kell. Mondta is ott a padon a mellette ülőnek, egy szintén idős hölgy volt, bár nálánál egy tízessel fiatalabb, kutyát. Olyan kis aranyos kutyát, amilyet a néni szívesen tartott volna, ha nem lenne ennyire öreg, és nem félne attól, hogyha ő megbetegszik, akkor még ezzel a kutyával is törődnie kell valakinek, nem beszélve arról, ha meghal, akkor ugye mi lesz a sorsa? Elaltatják, vagy kutya mehelyre kerül? Még belegondolni is rossz. Az asszony a padon mondta, hogy ő is egyedül él, és azért jó neki ez a kis állatka. Legalább a rádión kívül van neki valaki társasága, akihez szólni lehet. A férje már nem él, mert ez a statisztika, szóval ebből logikusan következik, hogy a férfiakat elveszíti viszonylag korán az ember. Ha már nem lépnek le 50 évesen egy fiatalabb pipivel. Így nevezte a lehetséges szeretőt, hogy pipi. Igen, mondta a néni, hogy neki is meghalt, bár nem annyira korán, tulajdonképpen alig pár éve. Megnevezte pontosan az évet, a hónapot és a napot, hogy mikor. De ez ebben a helyzetben, amikor már nincs, ugye teljesen mindegy, hogy tovább élt. A kutyás asszony akkor elköszönt, hogy láthatja, a kutya az nem akar egy helyben, és ez neki a napi torna, hogy egy nagyot sétál ezzel az állatkával. Ez biztosítja, hogy még mindig nagyon jó állapotban van. A néni mondta, hogy ő is próbál kutya nélkül is törődni magával, csak hát így nehezebb, mert kevésbé lehet indokolt az ő tornájának a célja. Meg hát nem tagadhatja, van némi nehézség a mozgásában. Láthatja a kutyás asszony, hogy például bot nélkül nem is tudna mozogni, és hogy azzal is rendkívül lassan. A kutyás még oda kiáltotta, hogy ki kell tűzni mindig valami távot, hogy azt megteszi. Az öreg asszony ült ott, és azon gondolkozott, hogy ez a nagy hangzavar mennyire el tudja nyomni a fájdalmat, amit például a magány miatt érez. Hogy az nem tud feltörni. Hogy lehetséges? Az is lehet, hogy nem is fáj neki ez a dolog, hanem így természetes. Biztosan. Ült, nézte a Dunapartot, és a szembe lévő új épületeket. Nem látta pontosan, mert szemüveggel is elég rosszul látott, de gondolta, ezzel már nem érdemes foglalkozni. Ez a lencse is megteszi arra a rövid időre. Átmegyek. Gondolta magában, hogy itt van ez a híd épp azért, hogy az ember átjuthasson a túlpartra. Átmegyek Budára, motyogta maga elé. Ahogy a felszín hangzavarán keresztül elő tudta hívni ezt az elhatározást, rögtön megmozdult a keze, és a kezével a botja után a lába. Nehézkesen felállt, olyan tört barna bőrcipője volt, aminek a lábujjaknál több helyen is ormótlan kidudorodások voltak, ahogy a csontok ott alakultak, és ezeken a kidudorodásokon megkopott a színezék, bár látszott, hogy a néni ezt minden reggel cipőpasztával megpróbálja eltüntetni. Abban a tempóban, amire nem mondható a szokványos lassan vagy gyorsan megélölés, hanem az éppen olyan, mint amilyen tempóban a néni mozogni tudott, ebben a tempóban indult el a lépcsők felé. Ezt gondolta a legnagyobb nehézségnek, a lépcsőket, mert utána mégiscsak egyenes, legfeljebb a hídnak van kicsi íve, de az semmi, az ő apró lépteivel nem lehet észrevenni. Lépegetett fölfelé, a bottal mindig megsegítette magát, aztán 3-4 lépésenként megállt, szusszant egyet. Akkor vette észre, hogy hatalmas festékcsíkok vannak a híd falán. Garázdáknak nevezi az ide vonatkozó tévéműsor azokat, akik összepermetezik festékkel a középületeket. A néni azonban
Nem gondolt ilyenre, sőt, tulajdonképpen tetszettek is neki a fura arcok és a számára nem értelmezhető angol szavak, hogy fuck you, meg kiss. Legalább volt, mivel elteljen a pihenőidő. Így ért el a híd Buda felé állva baloldali járdáját. Már innét is nagyon szép volt a kilátás, és arra gondolt, hogy például csak ideig tudott volna eljutni, és tovább egy tapottat sem, már akkor is megérte, mert innét látott lefelé is a Dunán, és a rakpartokat is, meg fölfelé, a régi hidak felé is. De neki volt még elég ereje, úgyhogy elindult a maga tempójában azzal a nem hasonlíthatóval, hogy átjusson a túlsó partra. Olyan kicsiket lépett, hogy bizonyára őt sem tudta volna megelőzni Achilleus a görög hős, ahogyan a teknős sem sikerült neki a Zénon-féle történetben, mert ugye hiába tepert az Achilleus előre, a teknős is mindig továbbított. Achilleus biztosan nem, de néhány fiatal, akik semmit nem tudtak a görögökről, pláne a görög filozófiáról, és azon belül pedig egyáltalán nem hallottak a Zénon apóriákról, simán megelőzték a nénit. Siettek az órára, mert a túloldali épületek, amiket a néni messziről nem túl tisztán látott, a természettudományi kar épületei voltak. A matematika, fizika szakosok előzték meg őt. Nagyon szépen voltak öltözve, a néni azt gondolta róluk, hogy ezek üzletemberek, és hogy a túloldali épületek biztosan bankok. Azok szoktak ilyen nagyok és modernek lenni. Aztán megjelentek a szociológia szakosok, azok kicsit később úgy déltájban, mert azok az óráikat későbbre teszik, hogy az esti mulatozás után kipihentek legyenek. Ők bulizhattak minden este, nem kellett az agyukat örökösen a számokon törni. Na, ezek teljesen másképpen voltak öltözve, olyan lógós göncök voltak rajtuk, hogy a néni szegényeket árva gyerekeknek nézte, vagy munkanélkülieknek, akik biztosan valahol a túloldalon jutnak majd segélyhez, vagy ott fognak koldulni a bank bejáratánál. Mert manapság a bankok olyanok, mint régen a templomok. Gondolta a néni, hogy mindenki oda jár, és ha észleli, hogy sok pénzhez jutott, megmondják neki ott, hogy megkapta valamiért a fizetségét, hát akkor egy keveset biztosan ad ezeknek a szerencsétleneknek. A néni különben nagyon szegény volt. Kicsi pénzből élt, de nem gondolta, hogy ezért bárkire is haragudnia kellene, hogy a világ összeesküdött volna ellenes a hozzá hasonlók ellen. Nem volt sok az a havi nyugdíj, de nem is kellett mire. Kis befektetéssel üzemelt. Most, ha több lenne, akkor csak bajt jelentene. Az embernek eszébe jutna, hogy válogasson a dolgok között, állandóan csak törhetné a fejét. Így viszont mindig ugyanazt vásárolja. A legegyszerűbb és legolcsóbb ételeket. Már a híd közepén járt, megállt és átnézett a korláton. Hát épp egy kiránduló hajó siklott át a híd alatt. Integettek a vidám emberek, talán magyarok, de lehet, hogy külföldiek. Ma már annyira nehéz megkülönböztetni, ki magyar, ki pedig turista. Integetett volna ő is, mert tetszett neki ez a vidámság, mondta is magában, csak ezt a felszínzaja már ott a szájánál elnyomta, hogy integetnék, de nem merem elengedni a botot, meg a korlátot. Megint egyenesbe fordult, s lépegetett tovább. Biciklisták jöttek szemben. Nagyon vicces ruhájuk volt. Mosolygott a néni, hogy ilyet régen csak az Orion űrhajóban látott a tévében, most meg tessék, itt vannak az utcán. Mennyire ki tudják egyesek találni, hogy mi lesz a jövő? Például az öltözködésben. Autók zúgtak el mellette, meg a busz is. Kinéztek az utasok, hogy ott mennek a gyalogosok. Többek között ez a néni is. Olyan sebességgel, amilyen sebességgel ma már semmit nem lehet elérni. A néni akaratát ezek a gondolatok nem törték meg, mert olyan gyorsan száguldottak el mellette az emberek, hogy a gondolataik nem érték előtt. Már egészen közel jutott a célhoz, ami tulajdonképpen a túloldali lépcső volt, vagyis annak a lépcsőnek a teteje. Nem akar tovább menni, nem akarta megint ezt a lépcsőzést beiktatni, elég volt a pesti oldalon. Arra is gondolt, hogy vissza mindez ugyanannyi, éppen annyi, csak már kevesebb erővel. Szóval lehet azt mondani, hogy több. A cél felé közeledve azon törte a fejét, hogy mivel bíztatja magát arra, hogy visszafelé is meg tudja tenni ezt az utat. Kicsit még attól is félt, hogy esetleg hideg lesz. Elkezd fújni a szél. Egyszer a padon egy hajléktalan mondta neki, hogy a hidakon van a leghidegebb. Az kibírhatatlan. Egy téli éjszaka után átmenni gyalog a hídon, az fölér egy öngyilkossággal. És hogy ez még a melegebb évszakokra is jellemző, mert a szél és feltehetőleg a víz rettenetesen lehűti ott a levegőt. A néni félt kicsit ettől a májusi hidegtől, és hogy ezen kívül nem lesz miért visszamenni. Nem is tudta megszámolni, hogy hány ember ment el mellette, míg gyalogolt át a hídon. Hát 100, annyi biztosan lehetett, ami neki egy óriási szám volt, és nem a pontosság,
inkább csak a nagyság miatt gondolta ezt a számot. Talán 100, aztán megkockáztatta, hogy lehet, hogy az sem túlzás, hogy több száz, esetleg 1000 is elment mellette. Nem, ezt az 1000-et már egy kicsit hamisnak érezte, valóban túlzásnak, ő pedig nem szeretett hazudni, az rá sosem volt jellemző. Nem csapott be senkit. A férjét sem. Na jó, egyszer. Egyszer, amikor a rákot nem mondta el. Igen, akkor, amikor azt mondta, hogy ez egy gyomorfekély, amit ma már rendesen tudnak gyógyítani. És mikor az öreg gyomrának felét kivették, és közölték az orvosok, hogy ez sajnos nem lokalizálta a problémát, mert áttéteket észleltek, akkor nem mondta a néni a férfinek, hogy ezzel valaminek vége van. És hogy a férfi készüljön erre a búcsúra. Hanem azt mondta, hogy bízni kell a gyógyulásban, meg csak azok gyógyulnak meg, akik meg akarnak. És a férfi meg akar gyógyulni, de a rák meg el akart őt pusztítani. És ebben a viadalban a rák bizonyult erősebbnek. A néni ott állt a budai lépcső tetején. Látta most már közelről a nagy épületeket, s hogy milyen vidám sürgésforgás van itt a parkban. Mennyi ember jön-megy. Tetszett neki itt minden. Ha ezt még egyszer így láthatta, és akkor szépen lassan, ahogy egy nagyobb teherautó fordul meg szűk helyén, kicsit nehézkesen, a pesti irányba állt. Majd elmesélem, gondolta magában, majd elmesélem a Mariskának, hogy láttam ma Budát.